Tehát mi a békecikket olvassuk Balhász Uramtól, mondják az oldalszámot, nincs más gyógymód vagy gyógyszer, ettől a mondattól fogják olvasni. Tehát mondják az oldalszámot, még egyszer a béke című cikk. Nincs más gyógyszer az emberiség számára, mint a gondoskodás parancsolatának elfogadása, adományozás másoknak, azért, hogy örömet okozzunk a teremtőnek a két említett gondolat mértékében. Az első gondolat, hogy szeress fele barátod, mint önmagad, ami a munka mutatója maga. Ez azt jelenti, hogy a munka mértékének abban, hogy másnak odaadjuk a társadalom boldogságát, nem szabad kevesebbnek lennie, mint annak a mértéke, ami az emberbe van ágyazva, hogy saját szükségleteivel foglalkozzon. Sőt, mi több ennek a társának szükségleteit az embernek saját maga elé kell helyeznie, ahogy írva van a Matan Tóra című cikkben, a Tóra megszerzése című cikkben. A másik gondolat pedig, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szíveddel, lelkeddel és teljes erőddel. Ez az a cél, amit mindenki szem előtt kellene, hogy legyen, amikor embertársa igényein dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a munkát és erőfeszítéseket csak a teremtőnek kell szeretnie, amit ő mondott, és meg kell tennie azt, amit a teremtő akarata közvetít az ember felé. És ha szeretnél figyelni, élhetsz a föld gyümölcsein, hogy szegénység és kínok, hogy a szegénység és kínok és a kizsákmányolás nem lesz már a földön, és minden egyes ember boldogságra magasabbra emelkedik, mérhetetlenül magasra. De amíg visszautasítjátok, hogy elfogadjátok a szerződést a teremtő munkájáért, hogy a legteljesebb mértékig a teremtőért dolgozzatok, a természet és törvényei készen állnak, hogy erőt vegyenek az emberem. És már megmutattuk, hogy nem enged el a természet, amíg nem győz le bennünket, és nem fogadjuk el az irányítását, bármit is parancsol. Most gyakorlati tudományos kutatást adtam át nektek az empirikus értelem kritikájával, és teljes szükségét tekintve, hogy minden egyes ember teljes szívéből elfogadja az Isten munkáját teljes lelkével és teljes erejével. Azaz, a tanulásból, amit mi teszünk a teljes történelem során, az emberiség történelme során, mi egy nagyon egyszerű konklúzióhoz, következtéshez kell, hogy jussunk, hogy végső soron nincs más erőnk, mint a természet, amit a természet parancsol, mi az. Össze kell kapcsolódnunk úgy, ahogy a természet általánossága is ez megparancsolja, megköveteli. Tehát nyilván ez lehet egoista módon, és nyilvánvalóan az embernek állandóan növelni kell a vágyát, nincs más lehetősége, mert különben ez a vágy, ami fejlődik az emberben, egyre több problémához vezeti, és egyre több problémát zúdít rá az emberre. Tehát a munkánk lényege, hogy valóban belefoglaltassunk a közösségbe, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad, és minden, ami történik a közösségben, azt azzal együtt kell megtennünk és elfogadnunk, hogy szeress fel a barátodat, mint önmagad, és szeresd az Urat, az Istenedet. Oké, kérdezzetek, ha valami nem világos. Nyilván, amikor itt olvasunk, az világos, a törvények is világosak, de az, hogy az ember képes legyen ebbe az irányba működni, hogy,
hogy valóban közelebb kerüljön a barátjához. Nyilván meg kell érteni azt is, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk a barátokhoz. De nyilvánvalóan hogyan tudjuk kontrollálni a saját testünket? Ez nagyon nehéz. Igen, ez így van. Tehát mondjuk eldöntöm, hogy mától így lesz. Meg tudod tenni? Nem tudod. Tehát mit mondott Bala Szulám erről? Hogyha az ember megmozdítja a kezét az egyik helyről a másikra, honnan vesz ehhez erőt? Nyilván az, hogy valamilyen kielégülést, örömet kell, hogy kapjon ebből a mozdulatból. Tehát ez a nagy kérdés, hogy honnan kapsz hozzá erőt, honnan kapsz mindig erőt ehhez? Ez az energia, ez onnan származik, hogy valamit el akarok venni a másik embertől, ez ennyire egyszerű. Tehát mindig tudnom kell, hogy én helyes vagyok, igaz vagyok, nekem van igazam. Az én gonoszságom megjelenik valamilyen módon, és kapok egy kis erőt ahhoz, hogy érvényesíteni tudjam az akaratomat fölötted. Tehát, hogyha... Ugye, és akkor lehet, hogy a közösség tömegkap az is, hogy akár ezerszer is elvegyem a másiktól, ha erre tanít engem. Tehát az üzemanyaga, nekem üzemanyagra van szükségem. Tehát, hogy én ezt teszem, meg erre van szükségem, meg arra van szükségem, az abból fakad, hogy az, hogy nekem ez kell, ezt a közösségtől kaptam meg, ezt az igényt. Tehát nincs, nyilván üzemanyagban van hiányod, honnan veszel üzemanyagot? Nyilván itt is kell üzemanyag, vagy a teremtőtől, vagy a tanártól, vagy a barátoktól. Tehát neked akarnod kell azt, amit el akarsz érni, mert a baráton keresztül kapsz üzemanyagot, és tudod elvenni, ez az agyad meg van konstruálva. Mert nyilvánvalóan, hogyha az embernek van egy fontossága, ez az, ami kötelez engem arra, hogy megtegyek valamit, és hogyha én a környezethez megyek, akkor nyilvánvalóan a környezet fontossága fog kötelez engem arra, hogy elérjek valamit. Tehát senkinek nincs Harley Davidson-a, vagy bármi más vágy egy Harley Davidson-ra anélkül, hogy ne kapná meg a közösségtől, hogy ez fontos neki. Miért nevettek? Oké. Tehát akkor... De például szereted ezt, ugye? De a másik embernek erre egyetlen szüksége. A probléma az, hogy mi nem vagyunk nagyok a te szemedben, mert neked vannak dolgok, amik fontosabbak a szemedben, mint én. Tehát nincsen üzemanyagod arra, hogy... amit tőlünk kaphatsz meg? Oké, na de akkor hogy tudom ezt megszerezni? Hát két dolog van itt. Tehát dolgozod kell azon, hogy hogyan tudod magadat alávetni mások vágyának. Tehát hogyan tudod őket szolgálni. És másfelől pedig és neked látnod kell azt is, hogy a többiek milyen nagyszerűek. Tehát nem az a lényeg, hogy milyen okosság van melletted éppen, és ezt hogy éled meg. Tehát amikor azt látod, hogy a barátaid mennek valami cselekedet végre rajta, leülnek, beszélnek valamiről, és téged nem hívnak meg, mondjuk, akkor azt érzed, hogy micsoda dolog, hogy engem nem hívtak el, mert befolyásolnak még azzal is, amit nem vesznek be téged, azzal is befolyásolnak. Irigyelsz tőlük valamit, amiről fogalmas is, hogy mi az. Elutasítanak téged, úgy érzed. Tehát ezzel téged felfűtenek valamire. Tehát nekünk szükségünk van mindenféle cselekedetre az egónk ellenében. Tehát nyilvánvalóan, hogyha én dolgozom az egómmal, akkor
akkor azt kell tudnom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy az egóm egyrészt erősebb legyen, mert az egómmal operál a közösség. Tehát nekem folyamatosan kell tennem valamit az egómmal, vagy bottal kell macerálnom, vagy pedig meg kell etetnem. Ez az, ahogy minden egyes barátunkkal dolgozni kell. Tehát itt van szükségünk arra, hogy még szofisztikáltabb módon tudjuk ezt elvégezni. Tehát nyilvánvalóan, ahogy elfogadod őket, úgy fognak veled ők játszani, a körülted lévők. De minden barátnak ezt kell tenni, és minden barát ezt csinálja. És... Oké, de akkor egyfelől értem, amit ön mond, másfelől pedig... Én nem tudom igazán felfogni. Tehát értem, amit mond, de nem fogom föl. Tehát nyilván az értelmemmel én tudom, hogy mit kell tennem, hogy közelebb kerüljek mindehez. De a kabala, vagy a, igen, tehát a kabalista csoport befolyása nélkül nem fog ez működni. De mit tudunk tenni? Hát ez így működik akkor is. Ez így van előírva, mondja rá. Tehát, hogyha nem befolyásoltok egymást, ha nem befolyásol senkit, tehát világos, amit itt olvasunk, vagy nem? Nincsen más gyógyszer az emberiség számára, nincs más mód azon túlmenően, hogy az ember magára vonja az adakozásnak és szeretetnek a parancsolatát, amit mások érdekében kell tenni. És nyilván ez azt is jelenti, hogy a teremtőnek kell ilyen módon örömet okozni. És van az első állapot, hogy szeress fele barátod, mint önmagad, ez az első állapot, de ezáltal neked közelebb kell mérni magad a teremtőhöz, a második pedig az, hogy szeresd Istenedet. Tehát egyik a másik van belefoglaltatva. Tehát nyilvánvalóan itt a teremtő felé való adakozás nyilvánul meg. És ez azt is jelenti, hogy én önmagamban nem tudok kapcsolatban lenni a teremtővel, és nincs módom, hogy bármit kifejezzek, vagy képes legyek egy harmadik személlyel bármit megtenni, hogyha nem vagyok a környezet hatás alá vetve. Az ember egyébként egyedül képtelen bármit tenni. Van 10 ember, ez a minimális létszám a kabala tanulása szerint, akihez kapcsolni tudok, akinek a frekvenciáját el tudom nyelni, és amin keresztül a felfogható a teremtő a számomra. Amikor, aminek segítségével úgy tűnik, hogy formegyezés tudok kerülni a teremtővel. Balázs írja a cikkében, hogy és megint ezek a cikkeket, és utána pedig megpróbált összekapcsolódni az emberekkel. Mit jelent az, hogy szeresd az Istenedet, az Uradat? Ez mit jelent ez a mondat, amit itt a Bálaszám leírt? Mit jelent ez a gyakorlatban? Az, hogy a mások szeretetéből el kell jutnod a teremtő szeretetéhez, szerintem ezt jelenti, magyarul, hogy hogyan tudsz egy új, különleges viszonyt kiépíteni, ami a forrásra fog téged fordítani az emberek felől. És ez a forrás, ez jó, jóságos, végtelen. És hogy én valóban az önszeretetből, a gyűlöletből
el kell, hogy jussak oda, hogy közelebb kerülök a többiekhez, másokhoz. És hogy eljussak az adakozásba, mások szeretetéhez, hogy valóban adakozni tudjak. És hogy valóban igazán szeretni tudjam őket, és hogy elkezdjem megérteni, érezni őket, amit, és hogy hogyan viszonyuljak ilyen módon majd az emberiséghez, minden emberhez, hozzám kezdhetem őket elfogadni és szeretni. És akkor, ha ezt mindenki megérzi, össze tudunk tapadni egymással. Tehát a mások szeretetéből el tudom érni a teremtő szeretetét. Pontosan azáltal, hogy így megismerem a teremtőt. Mivel ő feltárul abban a közösségben, ami áll, majd korrigáltá tesz engem. És ez az, amikor... Tehát Izrael, a Tóra és a fény egyé válik. És ilyen módon a közösség az valóban feltár valamit, az ő cselekedeteiből megismerik őt magát. És ez azt is jelenti, hogy minden itt kezdődik és minden itt végződik. Oké, de amit olvastunk részletet, ez azt mondja, hogy az egyetlen módja az emberiségnek, hogy megmeneküljön, hogyha magára vonja az adakozás mások felé, és hogy örömökozás az a teremtőnek. Tehát azért adakozni az emberek felé, hogy a teremtőnek megelégedettséget okozunk. Mit jelent ez, hogy megelégedettséget okozunk a teremtőnek? Hát a kezdeti gondolatban benne van a végső tett. Oké, de hogy lehet az, hogy a teremtőnek okozzak örömet? Adakozás másoknak, az, annak érdekében, hogy, hogy az általános korrekció felé vigyem magamat. Én nem tudom, hogy mi a teremtő. Minden pillanatban megújul az én szememben a teremtő, mert minden pillanatban én is változom. Tehát én adakozom a többiek felé annak érdekében, hogy elérek egy állapotot, ahol az egész edény az úgy rendeződik el, hogy ez megtörténhessen. És én valóban az egész emberiségnek az adakozást szeretném átadni, és egy edényben akarom látni az emberiséget, amely kitölt a felső fény, és ilyen módon az én szeretetem, ami másokra irányul, az azért jelenik meg, hogy a másoknak is megjelen a teremtő. És mivel én megértettem, hogy ez a legmagasztosabb kifejeződése a szeretetnek, ami csak létezik, másfelől pedig nekem tényleg a másokra irányuló szeretetet éreznem kell. És ilyen módon a teremtőnek is ezzel, hogy ezt feltárom az embereknek, örömet okozok. Tehát én gyakorlatilag formaegyezésben viszem a teremtőt és az embereket. Én tudom, hogy ez adja a legnagyobb örömet. Bálaszolám kinyomtatta ezt és terjesztette a tömegeknek a Béke című cikket is. És annak érdekében tette ezt, hogy egy hétköznapi ember is megérezze a szeretetet. De mit várt, mit fognak az emberek érezni ennek eredményeképpen, ha ezeket kinyomtatja és odaadja nekik? Nézd! Először is meg kell, hogy értsétek, hogy nem nagyon befolyásolta őket. Bennünket talán egy kicsit bennünket jobban befolyásol. De mit akart Bálaszulám ezzel?
hogy valóban legalább egy kicsi mértékben lássák az emberek, hogy kapcsolatba kell lépniük egymással, és ezzel örömet okozhatnak a teremtőnek. Tehát nincsen nagyobb öröm, mondja Rav, mint az, hogy a teremtmény feltárja a teremtőt az önmaga számára. És erre kényszerítve is vagyunk a természet és a teremtés terve alapján, és amikor ezt megteszünk, akkor áldást kapunk a teremtőtől. Nincs nagyobb öröm, ismétli Rav még egyszer. Tehát az embernek meg kell próbálnia olyan módon adakozni az emberiség irányába, hogy a teremtő szeretetétől a teremtmények szeretetéhez jussatok annak érdekében, hogy örömet okozzatok neki, és ezért valóban az embernek önmagát kell megvalósítania, és válaszolám, ugye 8 x évvel ezelőtt írta ezt meg, ugye most már 80 éve lassan, nincs mit ehhez hozzáadni. A mi problémánk, hogy minden a csoportban kell megvalósítani, hiszen én az emberek között lakom a felső világban, itt fedezhető fel a felső világ, a kapcsolat az emberek között, amikor van egy rendszer, amiben mi bele vagyunk olvadva a tízes körökbe, és nekünk itt kell felfedezni az összes érzéki különbözetet, és a kabala bölcsességét is, és a tízféle tanulmány, és a tízféle erejét is. Tehát az Erampin, a Malhut, az Abeve, Ima, Arikampin, Attik, és minden más ezt megelőzően és ezt követően. Mi van fölötte és mi van alatta? Fölötte van az Olam Acilut, én nyilvánvalóan előtte pedig az különböző edények, de először is mindig az Acilutról tanulunk. Ennyi. Nincs itt többről szó. Mit jelent a mások számára való adakozás? Folytatva azt a kérdést, amit már feltettük. A mások felé való adakozás... Már olyan megválaszoltam. Tehát a mások felé való adakozás, a barátok felé való adakozás... Az azt jelenti, hogy megpróbálok ezen keresztül közvetlenül a teremtőhöz. Oké, na de ez mit jelent? Hogy próbálok én mindent elrendezni? De nekem állandóan ellenőriznem kell ezt. Tehát nyilvánvalóan a teremtő a felébresztés miatt sodor engem ezekbe a helyzetekbe. Tehát, hogy mennyire szükségszerű, hogy én bizonyos dolgokkal foglalkozom, ezen túlmenően pedig csak a Tórával kell foglalkozom. Ezt hívjuk adakozásnak a barátok irányába. Tehát nyilvánvalóan ez mind azért van, hogy felismerjük az utat. Ezt tesszük mi a terjesztésünk során. A terjesztés az az adakozásnak a kifejeződése mások irányába, ami, tehát ilyen módon kell a teremtőt feltárni. Tehát amikor nézzük a tévét, hogy hogyan tudunk a teremtőnek örömet okozni, mit kell tennünk? Tehát például ma jó cselekedetet akarok végrehajtani, mit kell tennem, amikor ez megnyilvánul? A tévénéző, aki nézi a tévét, mit kell tennie? Ennyi van az, hogy hogyan tud kapcsolva kerülni a teremtőben, hogyan tudja folytatni ezt az egész utat velünk, ez a lényeg. Tehát nyilván az embernek bele kell folyni a helyesen felépített közösségbe. Tehát nekünk meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a teremtés célját megértse. Következő. A Misna mondatainak tisztázása minden előlegben van, és az erődítmény szétterjed az összes életen keresztül. Most, hogy minden a fent leírt dolognak megtanultunk, megértetjük azt a nem tiszta mondatot, amit a Meszehet Avodban olvasható, ő rabbi Akiva azt mondaná, hogy minden előlegben van,
és ennek az ereje szétterjed minden életen. A bolt nyitva van, a boltos halogatott fizetéssel adja el az áruit, a könyv nyitva, a kész pedig ír. És mindenki, aki kölcsönbe akar vásárolni, az jöjjön és vásároljon kölcsönre, és a behajtók rendszeresen visszatérhetnek napról napra, és behajtják az embertől, annélkül, hogy ő tudna, vagy tudomás véve venne erről. És van mire támaszkodniuk, és a megítélés igaz, és minden készen áll a lakomára. Megvan az oka az embernek, hogy ez a mondat miért maradt homályos hasonlat, még egy utalás nélkül is annak valódi jelentésére. Ez azt mondja el nekünk, hogy van egy nagy mélység, amiben belemerülhetünk, csak ugyan a tudás, amit eddig elértünk, ezt valóban tisztázzá teszi. Tehát itt semmit nem mondott el nekünk, ez csak a bemutató volt. Tehát először... Hadd mutassam be bölcsenek véleményét a világ jövendő generáció számára. Bár mi olyan testeket látunk, amik generációra generációra változnak, és csupán a testekkel van így. A lelkek, amik a testnek magának a lényegét jelentik, nem tűnnek el, hogy helyettesítve legyenek, hanem testről testre szállnak generációról generációra. Ugyanazok a lelkek, amik az özönvízkor voltak, eljöttek Babilon idején is, és az egyiptomi száműzetés, és az egyiptomi kivonulás idején is, egészen a mi generációinkig a korrekció végéig. Így a mi világunkban nincsenek új lelkek, olyan módon, ahogyan a testek megújulnak, csak egy bizonyos mértékű lélek van, aki forma átalakításának a kerekén át inkarnálódik, mindig új testbe és új generációba öltözik. Ennél fogva a lelkekre való tekintettel minden generáció, a teremtés kezdetétől egészen a korrekció végéig, egy generáció, ami az életét több ezer éven át keresztül kiterjesztette, egészen addig, ameddig kifejlődött és korrigáltá nem válik, ahogyan lennie kellene. És a tény, hogy mindeközben mindegyikünk számtalanszor cserélte ki a testét, ez teljesen nem tartozik ide, mivel a testnek magának a lényege, amit léleknek hívnak, nem szenvedte el ezeket a változásokat. És sok bizonyíték van, ami erre mutat, és a nagy bölcselet is, amit úgy hívnak, hogy a lelkek inkarnációinak titka. És miközben ez nem a magyarázat helye, a dolgok fontossága miatt megéri rámutatni a tanulatlanok számára, hogy a reinkarnáció megjelenik a megfogható valóság minden tárgyával, és minden tárgy a saját útján végtelen életet él. Bár a mi érzékeink azt mutatják, hogy minden múlandó, ezt csupán csak így látjuk. Valójában csak inkarnációk vannak itt, egyik rész sem mozdulatlan, és egy pillanatra sem áll meg, hanem inkarnálódik a forma átalakulásának kerekén, semmit sem veszítve a lényegből útközben, ahogyan a fizikusok megmutatták. No, szélod. Rav, kérdések? Oké, mikor Bála Szulám azt mondja, hogy bizony, el kell érni az őszintjét az, hogy az ő bizonyítékát érezzük. Tehát nekem ez érte az ő bizonyítékát, hiszen én azt gondolom, hogy a legtöbbünknek nincs meg ez az elérése, nincs meg ez az érzékelése. Tehát nyilvánvalóan a lelkek inkarnációnak megfelelően történik ez.
Tehát nincs olyan dolog, hogy minden egyszerre eltűnik, nincs ilyen, hiszen minden erő, minden anyag, minden dolog, az ugyan változáson megy át, de semmi nem tűnik el. Ahogy a bölcsek mondják, hogy ami a nagy robbanással, az ősrobbanással létrejött, az mind létezik, a teljes energia, minden, ami itt megszületett, az ott van, de csak potenciaként, nem minden nyilvánult meg. Tehát most láthatjuk, hogy semmi nem tűnt el, semmi nem születik újra, az univerzum egyszerűen a formát vált. Tehát nem tűnnek el ezek. Tehát valójában csak formát vált, semmi más nem történik. Nyilván ez egy, van egy anyagi törvény, és egy megnyilvánuló törvény, amit felfedezhetjük, amin keresztül felfedezhetjük a tudományon keresztül, hiszen a tudománynak is van nagyon sok bizonyítéka erre. Tehát mit jelent ez, hogy hogy a vágyunk mindig létezik? Csak legfeljebb nem értjük, hogy ez ugyanaz a vágy, mint eddig volt. Honnan tudhatjuk, tehát honnan tudhatjuk, hogy mi történik? Honnan tudhatjuk, hogy... Ha megnézzük ma az interneten minden ott van, legfeljebb én nem akarom elérni. Oké, tehát ezt nevezzük úgy, hogy a transformációt, mert meg akarom érteni a dolgok transformációját. Nem tűnik el semmi, nekem meg kell értenem a transformáció módját, az, hogy mi hogyan vált formát. Tehát legfeljebb én magam sem fedezem fel, hogy mi hogyan működik. Nyilván új formát csak vesz fel egy csomó dolog, és az belsőségében változnak meg a dolgok. Lehet, hogy a gondolataim új formát vesznek fel, mert így kell lennie, de nincsen hiány a spiritualitásban. Tehát itt minden újra és újra inkarnálódik. Oké. Oké, tehát akkor az embereknek... Én most a tudomány nevében beszéltem magyarul. Tehát a természet kudatói vagyunk mi is, és látnunk kell, hogy soha semmi nem veszik el. Semmi nem veszik el soha. Oké, mondja rá. De csak nagyon kevés ember van, aki egyetért ezzel a dologgal, hiszen az emberek bele vannak olvadva az anyagba. De én tudományosan mondom, amit mondok. Nyilván több ezer évvel ezelőtt az emberek ezt másképp gondolták, de azóta fejlődtünk. A terusznak a törvényei mindig ugyanezt diktálják. Tehát több ezer évvel ezelőtt volt egy gondolat. Hogy lapos a föld, és nem golyó, mint ahogy már tudjuk. És nyilvánvalóan mi a természetnek az elejéről beszélünk, és ma okosabbak lettünk, és tudjuk, hogy mi hogyan működik. És nyilván, hogy olyan tudunk ezeket a dolgokat elfogadni, ez lehet, hogy változott. De az információ az itt van a levegőben. Ki tudjuk-e vonni belőle, ez egy másik kérdés. Tehát ez nyilván csomó dolog formát vált. Oké, tehát mindenki egyetért az energia megmaradás törvényével, a megmaradás törvényével. De... hogy ez hogy fog megnyilvánulni az emberben? Lehet vitatkozni mindennel, mondja rá. De nyilván realisztikus, valódi adatokon alapulnak dolgok. A vágy ez egy erő, amely ismeretlen módon tud cselekedeteket előidézni. Hát mi az, ami működtet engem? A vágy.
Oké, na de hogy volt ez több ezer évvel ezelőtt? Ugyanez volt, csak más formában. Hát ez a bizonyíték. Tehát én kutatom a bizonyítékot. Az anyagomban, mi van a kezemben, mit tudok tenni. Nyilvánvalóan az, hogy hogyan tudok fölemelkedni a saját érzékeimnek. Én nem tudom ezt. Nézd. Milyen fajta idealisztikus megközelítés lehet itt? Itt egyszerűen azt kell megnézni, hogy mi az, ami működik a természetben, és mi az, ami nem. Tehát nyilvánvalóan a vágyok vannak az én kezemben. Miről szól ez az egész? Az, hogy én a materialista tudományokról beszélek, ti pedig egy ideális, spirituális dologról beszéltek. Oké, ez egyetértek, hiszen én elfogadom a szabályokat, csak nincsen rá bizonyítékom. Mondja a srác. Oké. Na de mondjuk... De még hogy képzeld el a következő életedet, hogy egy másik dimenzióban fogsz lakni, ahol jól látod majd az előző életedet? Nem tudom, tehát... Nyilvánvalóan a materialista módon nagyon nehéz megragadni azt, hogy létezik az anyag, vagy nem. Hát nyilvánvalóan, hogy azon a valóságérzékesen belül akarod bebizonyítani, ami egyébként oda csalja neked az anyagot, akkor létezik. Tehát, hogy én ezt meg ezt magam azt akarom látni, szeretném látni a vágyat itt az asztal közepén, és akkor elhiszem, hogy a vágy mozgat engem. Ugye mi ma az információ és az energia világában élünk, és nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy mindent az energia mozgat, és ez az alapja a világnak. És mindennek, ami kiépült a világban, mert a vágy nélkül semmi nem fordul, semmi nem változik, semmi nem kumulálódik. És még a test is képtelen normális reakcióra. Normális válaszra. Ugye a kémiai reakciók is nyilvánvalóan annak megfelelő, hogy az anyag milyen vágyat képvisel, történhet meg. Mi a gravitáció? Az egy vágy. Csak mi egy univerzális erőnek tulajdonítjuk ezeket, de ez kifejeződik az ásványi szinten. És különböző szinteken, különböző módon fejeződnek ki a vágyak, ásványi növény állati szinteken. És akkor te úgy nézed, hogy mindent maga felé vonz minden, és ez gravitációnak érzed. De valójában az egy szabály. Mi az, amit Newton felfedezett? Ő a vágynak a vaskosságát fedezte föl. Hogyan? Hát nyilván ez gravitációnak nevezte el, mert az valóban mindent magához akart rántani. Hát nyilván egy pontba akar rántani mindent, tehát ez óriási kapni akarás nyilvánul meg az anyagban. Az anyagnak az alapvető tulajdonsága a kapni akarás, és önmagát is el akarja nyelni, tehát ez áll minden anyag mögött. De te látod ezt? Nem látod ezt, hiszen végső soron te egy nagyon kicsi hangya vagy a létezésnek azon a szintjén, ahol vagy. A te érzékszerveid nem tesznek alkalmasá lehetővé, nem teszik lehetővé, hogy bármit láss ebből, és tehát neked nincs kifinomult szerveid, hogy ez mind lásd. És ezért neked fejlesztened kell a kabala bölcsessége által mindezeket. Én értem, amit ön mond. Tehát valóban ez mindig egy lubbalomnak mutatják, és maximum az a lubbalom változtatja a formát, amit anyagvilág neveznek. De ugye egy darabig belül érzékeljük magunkat ezen a lubbalomon, valamikor meg kívül. Tehát ugye most hogy lehet, hogy kiülsek ebből a buborékból? Mert a hullámok, az energia, a következő mezők,
mágneses és egyéb mező, ugye azokat is anyagnak kell tulajdonítani. A Kabbala bölcsessége azt mondja, hogy nem, az anyag az nem más, mint vágy. Minden más, csak ennek a vágynak a kifejeződése. Az ásványi növényi állat és beszél szinten, ez csak a vágyak megjelenése. Ez pedig olyan módon ábrázolódnak, hogy az egész valóságot látod rajtuk keresztül. És ennek a materialista formája, ugye, ami nem öltözik anyagba, azt te nem tudod érzékelni. Azért öltöztetett te magad anyagba ezeket a dolgokat, hogy érzékelni tud. Tehát nyilván az, hogy adakozás, azt nem tudod anyagba öltöztetni. És amikor közelebb kerülsz ezekhez, és ezekkel is dolgoznod kell, akkor meg fogod látni, hogy irányulod kell erre. És minden egyes teremtménynek, mindenkinek irányulnia kell erre. Ki ez az én, aki szintén egy vágynak a formája? Persze, téged is a vágy mozgat, és ezen keresztül érzel egyfajta valóságot a levegőben, a környezetben, az emberekben, a világban. Ezek különböző fajta vágyok megnyilvánulását jelentik a számodra, és ez mindenféle módon kapcsolatba kerít téged mások vágyaival. És te nem tudod a vágyat magát megmérni, csak a vágyak közötti szakadékot tudod megmérni. És a különbség az, amelyik neked információt ad. Ez az, aminek eredményeképpen képes vagy megkülönböztetéseket tenni a létezésnek a különböző szintjei között. Ha te leválsz a környezet érzékelésétől, mondjuk teljesen, akkor önmagadat se fogod érzékelni, mivel te önmagadat a többiekkel való viszonyban értelmezed. És így fogod meg a bizonyos volumeneket, ilyen módon érzékeled, az összehasonlító méréseket végzel az érzékelésedben, ez az, ahogy érzed magad, és ez az, ahogy felfogsz dolgokat, és az összes érzésed az annak a felfogásából fakad, hogy mennyire behatárolt vagy. Oké, de akkor egy bizonyos képhez jutunk, hogy az anyag az az alkotás felé kell, hogy elmozduljon. Tehát hogyan lehet a megszerzési vágy fölé emelkedni? Őket fölé kell emelkedni a megszerzési vágynak. Oké. Tehát hogy lehet az, hogy fölé emelkedjek a létezésnek a semmiből? Neked el kell érned a vágyat és az adakozást, és ez az, ami... Nyilvánvalóan úgy kell felhasználni a megszedési vágyadat, hogy képes legyél vele adakozni. Hogy valóban képes legyél leválni a saját előző irányultságodról és formálisan is a teremtővel. Tehát nyilvánvalóan először érzékelned kell ezt a fajta különbséget, tehát le kell állítanod magad, és meg kell konstruálnod egyfajta aktív adakozást, adakozási vágyon keresztül, hogy érezni tud a teremtőt. Hogy mennyire ő, meg én, mennyire vagyunk a teremtő erejétől távol, és nyilván az adakozás erejével ki kell építenem a megszerzési szándékot és a teremtő feltárulását. Világos, nem? Ez egyszerű. Hogyan tudom megkülönböztetni a vágyat és a képzelgést? Mi arra állunk készen, hogy aktiváljuk ezeket a vágyakat, és valóban megérezzük, hogy hogyan működik az emberben ez, és valóban helyes módon valósítsuk meg. Hogyan? Úgy, hogy a tórával és a reformáló fénnyel.
De ez minden alkalommal át kell ismételnetek, hát ezt sokszor beszéltük már. Nagyon érdekes, hogy pont tegnap mi Ulyanov érdekében imádkoztunk, és azt kérdeztem valakitől, hogy hogyan tudunk viszonyulni Ulyanovhoz, úgy, hogy ő bele legyen foglaltatva a rendszerbe, és valóban megóvjuk ezt a... Mi össze kell, hogy kapcsoljunk egymás között, mondja rá, olyan szorosan, amire csak lehetséges, egymással, és ennek eredményeképpen megjelenjen a kapcsolat ereje köztünk, és ezzel azt okozhatjuk, hogy azok a részek, akik hozzánk kapcsolódnak, egy rendszerbe kapcsolnak bennünket, és amelyre csak lehetséges, kötelezzen bennünket arra, hogyan tudjuk ezt megtenni, meg tudjuk ezt tenni egyáltalán, így van, mert ezáltal a reformáló fényt magunkra tudjunk vonni, és az egész rendszert korrigálhatjuk, és akkor ezen a módon tudjuk felfogni ezt a rendszert. Tehát ha mi nem tudjuk kötelezni a teremtőt, hogy korrigáljon egy embert, vagy korrigálja, tehát ha nem tudjuk elérni, hogy Ulyanov volt korrigálja, akkor mi nem kapcsoltunk össze? Hát nyilvánvalóan először a reformáló fényt kell magunkra vonni, hogy összekapcsolódjunk, és akkor valóban képesek legyünk magunkra vonni a teremtőt, és ezáltal sikeresek lettünk, vagy nem, ez egy nagy kérdés, ez tőlünk függ. Ez még mindig egy kérdés a levegőben. Oké, de akkor meg kell értenünk, hogy minden csak formát vált, és semmi nem tűnik el. Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy nekünk a kapcsolattal kell elérnünk valami fajta egységet, hogy folytani tudjuk a munkát. És ha nem helyesen menedzseljük ezt, akkor nem tudjuk a felgyorsítást sem elérni. Természetesen akkor nem lehetünk sikeresek, akkor nem értjük el a korrekciót sem. Tehát ezért a teljes világcsoportnak valóban össze kell kapcsolódni, és erőteljesen remelni kell, hogy egymás közötti kapcsolat megadja majd az, hogy ő magas meggyógyult. Tehát, de nyilvánvalóan van még egy csomó beteg barátunk, és őket is be kell vonni ebbe a körbe. És a világcsoport minden tagját be kell vonni ebbe, ezért kell összekapcsolódnunk, hogy mindenki, aki része ennek, azok valóban, ezek az emberek sikeresen éljék ezt meg, és minden a helyes kapcsolattól függ, ami köztünk kell, hogy kialakuljon. A felső fény mindent ki tud korrigálni, a betegséget is. Este lesz egy étkezés, amit kifejezetten Ulyanovnak és összes beteg barátunknak fogunk szentelni. Tehát mindenek előtt, mondja, nem szabad elfelejteni ebben az esetben, hogy Ulyanovon keresztül valóban minden hibát, beleértve a barátainak a hibáját is. Tehát nyilvánvalóan fölé kell kerülni az egész emberiségnek, a helyes kapcsolat felé kell elmozdulni, tehát mi vagyunk hibásak, minden ami világban történik, ezt látnunk kell. Lényegtelen, hogy ezt a jóban vagy rosszban éljük meg. Ami probléma, azt itt kell megragadnunk. Ugye, akik megölnek embereket, az miattunk van, miattunk van. Nem tettük meg a korrekciót. Tehát nekünk el kell merülni sokkal mélyebben ebben. És akkor meg fogjuk látni. Bejelentések. Eljutottunk a végéig. Tehát a Los Angeles-i Kabbala kongresszus hirdetik a következő lépése a feltárulás felé. Több száz barát fog összekapcsolódni Rav Lightmannal, leckéket, workshopokat, kajákat fogunk szervezni, nagyon sok dolog fog történni Los Angelesben. Október 31-én, november 2-án Los Angelesben. Itt lehet jelentkezni, és csodálatos napot kívánunk mindenkinek!